Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, nézőinket. Szeretnénk a Kádár korszakkal foglalkozni. A Kádár János nevéről elnevezett korszak tulajdonképpen az egyik legmeghatározóbb a 20. századi magyar történelemben. Sokszor nehezen értjük mi fiatalabbak, és hát a hallgatók talán még fiatalabbak, hogy miért maradt fönt mégis, még mai napig is a Kádár korszaknak egy ilyen sajátos nosztalgiája az idősebbek egy részében. Rákosi nevét egyértelműen elvetik, mint a kommunizmusról leginkább elhíresült diktátornak, de Kádár János, aki abban a korszakban, ugye a Rákosi korszakban kezdte a politikusi pályáját, illetve még illegális kommunista mozgalommal a Horthy korszak idején, de mint vezető, és mint funkcionárius, és mint miniszter a Rákosi korszakban benne volt, majd Nagy Imre kormányában is, őt elárulta, ezt egyértelműen elmondhatjuk, és a szovjetek bábja volt hosszú ideig. Majd ugye 1963 után a Kádár korszak második és hosszabb felében már átalakul az ő helyzete, részint a magyar népnek a lelkében is, mondhatjuk ezt, mert egy olyan sajátos rendszert alakít ki, ami példátlan volt az egész szocializmus-kommunizmus történetében. El szokták mondani, hogy Kádár János volt az a kommunista diktátor, hát, vagy vezető, már a diktátor szó is az ő esetében nem annyira jogos, akit talán szabad választáson is megválasztottak volna. Ezek súlyos szavak, hiszen a kommunizmus nem arról híres, hogy az embereknek szabadságjogot, választási lehetőséget ad, hanem felülről ráerőltetett, az emberekre ráhúzott államkísérlet, egy olyan modell, amiben nincs szerepe az egyéni választásnak, és főleg az ellentmondásnak. És Kádár János valahogy megtanult az embereknek a lelkével olyan húrokon játszani, hogy azt a rendszert, amit egyértelműen kívülről a szovjetek hátán hozott be és erőltetett az országra, ezt valamennyire finomítva, egy picit, ha mondhatjuk, emberszavásúvá tette, súlyos megalkuvások és súlyos kompromisszumok, és ugye sokszor árulásoknak az árán ugyan. Szeretnénk akkor áttekinteni, mi volt ennek a rendszernek a lélektana, életmódja, mindennapjai, ugye hogy a témakörnek a címe is ezt jelzi. Na most a kemény diktatúra részről néhány szót még. A pártállam újjáépítéséről volt szó, azt ne felejtsük. Új pártszervek alakultak ki. Az AVH-t már nem állították vissza természetesen, de a belügyminisztériumnak a nyomozati főosztálya azért szemmel tartotta a renitens elemeket, ugye is kiépültek a főcsoport főnökségek, a 3x1-es, 3x2-es, 3x3-as, akiknél a leghíresebb ugye a 3x3-as, a belső elhárítást és ugye a besúgókat ők építették be. Az új pártszerveket, az új pártstruktúrát is szeretném elmondani. Ugye megalakult a munkásőrség az egykori pufajkásokból, későbbiekben ennek már inkább jelképes szervezete lesz, egyfajta ilyen hétvégi lövészetre alkalmas, ilyen lazább társaság lett, már az én gyerekkori emlékeimben már az volt, de kétségkívül a 60-as éveknek a derekán azért egy jelzésértékű szervezet volt, hogyha nagyon ugráltok, akkor akár ezt is be lehet vetni az utcákon, hőzöngők vagy tömegeknek a féken tartására. Nagyon fontos, hogy ahogy említettem, az AVH-t, az legelnyomóbb és rettegettebb erőszakszervezetet nem állítja vissza Kádár János, sőt, nagyon fontos vele kapcsolatban megjegyezni, hogy a személyi kultusztól is nagyon idegenkedett. Tehát szó se lehetett arra, hogy az ő képét, szobrát, műalkotásokba fessék meg, és bármilyen jelentősége legyen. Elég puritán módon élt, ezt néha az ő hát, hívei és az ilyen történetírók kicsit idealizálják is, hogy mennyire puritán volt Kádár. Néhány személyes szokása volt, híres, szeretett sakkozni, félelmetes, erős dohányos volt, szinte láncdohányos, de egy viszonylag szerény hajlékban élt, ugyan a Rózsadombon, ami egy nem túl nagy házban, feleségével, gyermekük nem született, és viszonylag visszavonult életet élt, nem fényűzésről volt híres, mint más kommunista vezetők, akár Brezsnyev, akár Ceausescu, román diktátor, nem tartott föl kastélyokat, bár vadászni szeretett, ez volt az egyetlen ilyen úri hobbija. Ennyit tehát Kádárnak a karakteréről. Egy híres mondatot azért idéznék, ami 1962-ben az Amnesty előtt nem sokkal maradt fent tőle. Ez, aki nincs ellenünk, az velünk van. Ebben a kifejezésben, mondatban elég sok minden benne van Kádárnak a rendszeréről, karakteréről.
Ő egy szélesebb összefogást kívánt megteremteni, de semmiképpen nem erőszakos módon. Minden kommunista mozgalom a tömegeknek a megnyerését tűzi ki, semmelyiknek se sikerült egyébként, ezért maradt az erőszak, a terror és a megfélemlítés. Ő viszont egyfajta kettős játékba vitte bele a magyar népet. Tulajdonképpen volt egy nyilvános én, egy politizáló, politika előtt vállalható énje az embereknek, és volt egy hallgatólagos, ami elsősorban materialista anyagi javakra koncentrált ezeknek a megszerzésére. Tehát magyarul Kádár nem várta el a lelkesedést a rendszer iránt, hanem azt mondta, hogy ha nem nagyon ugráltok, nem csináltok tüntetést, nem emlegetitek a kivégzett Nagy Imrét, 56-os forradalom az teljesen tabu téma volt, az erdélyi magyarok helyzetét sem nagyon lehetett megemlíteni. Tehát ha mindezt nem teszitek, akkor tulajdonképpen nem foglak titeket háborgatni, a rendszerrel együtt kell, hogy éljetek, akár tetszik, akár nem, itt vannak a szovjetek a nyakunkban, egy kicsit össze is kacsintott némelyek szerint a magyarokkal, és tulajdonképpen elfordította az energiákat valami más irányba, ez pedig hát elég érdekes módon az életszínvonal emelése, az anyagi gyarapodás volt. Ez önmagában természetesen még jó is lehetett volna, ha munkán, értéken, értékteremtő vállalkozáson és azon alapszik, hogy az egész társadalom ezáltal gyarapodik, de igazából ezek csak látszatintézkedések voltak, sokszor adósságok árán, és ezeket az adósságokat aztán a rendszerváltozás után nyögte a szabadon választott magyar kormány súlyos gazdasági válságokkal. Az első képen azt láthatjuk, hogy a magyar vidék is azért alapvetően megváltozik. Elterjedt a porszívó, a televízió ugye a korszak nagy csodája, akkor még fekete-fehérben természetesen széles körben elterjedt volt. Kádár korszaknak a leírásáról több ilyen érdekes jelzős szerkezetű szó is fennmaradt. Az egyik a frigider szocializmus, másik a gulyás kommunizmus, ami mutatja, és a képen is láthatjuk, hogy az élelmiszerellátás főképp a szocialista országokhoz képest, ezt ne felejtsük el, Lengyelországhoz, Csehszlovákiához, Szovjetunióhoz és Romániához, amely országokban, de az utóbbi kettőben feltétlenül végig áruhiány és főképpen élelmiszerhiány volt a jellemző. Ehhez képest Magyarországon kifejezetten élelembőség volt, és a szocialista országból ideérkező turisták, lengyelek például az én gyerekkoromban különböző iparcikkekért cserébe élelmiszert vittek ki az országból. Azt láthatjuk, ugye, hogy a rendszer, ahogy mondtam, egy mesterséges jólétet tartott fönt, ami adósságspirált görgetett maga előtt, de azért a termelés egyes területeken valósággal tudott fokozódni. Az árakat ugye mesterségesen alacsonyan tartották, és az embereknek egyfajta lehetőséget adtak, különösen kezdetben a mezőgazdaságban az úgynevezett háztáji gazdálkodás, ami azt jelentette, hogy lehetett részleges magántulajdon. A TSZ-eket, termelő szövetkezeteket ugye mindig erőltették a kommunista államokban, ezeket újra szervezték, de már nem puskatussal és ököllel, hanem megpróbálták érdekeltté tenni a TSZ-be belépéshez, például gépeket vásároltak, korszerűbb gazdálkodást ígértek, és olyan módszereket is, hogy valóban van ilyen ismerősöm, aki nagyon kétkedve lépett be, idős ismerős a TSZ-be, majd úgymond be kellett látnia, hogy korszerű formákkal is találkozhat. Természetesen nem mindig ez volt a jellemző, de voltak kiemelkedő mintagazdaságok, a világhírű termésátlagokat hoztak létre. A szabadság apró köreiről beszélhetünk a Kádár korszak kultúrájában, ez nagyon fontos. Ezek az apró körök azt jelentették, hogy soha nem volt teljes szabadság, soha nem volt teljes jólét, hanem ilyen apró mozaikszerű volt ezeknek a megjelenése. Itt láthatjuk a korabeli vicclap, a Ludas Matyinak a híres karikatúrájában, hogy a májusfa, különböző materiális tárgyak, amik a korszakban vágyálomnak számítottak, ugye autó, televízió, és ez lesz az embereknek a vágyainak a ne továbbja. Akkoriban ugye lehetett már a balatoni nyaralás, vagy egyáltalán más nyaralásokat is jobban megengedni, és hát bejött az autó, ami hát most már megmosolyogtatható régi típusok, a KGST, vagy a szocialista többnek a gazdasági szervezete elosztotta, hogy melyik országban mit lehetett termelni, és hozzánk ugye a szocialista egyik legelterjedtebb termék, a Trabant gépjármű került legnagyobb számban, de erre is éveket kellett várni. Láthatjuk ugye a korabeli autóprogramnak a reklámját, leírását.
Nagyon fontos, hogy ebben a légkörben kialakult az úgynevezett 3T-nek a rendszere. Ezt Acél György, kultúrpolitikus, Kádár egyik bizalmi ember alakította ki. A 3T nem mást jelentett, mint hogy gyakorlatilag tűrés, tiltás, támogatás. Ez a kultúrára volt jellemző. Azért hoztam ezeket a képeket, amit mindjárt látunk, mert a magyar filmművészet például ebben a tűrt és a támogatott területen volt. Világhírű, sokszor nemzetközi fesztiválokon díjazott alkotásokat hoztak létre, mint Jancsó Miklósnak a Szegény legények című filmje, ami egy érdekes parabóla, egy tükörképe az 56-os forradalom utáni helyzetnek, de a 48-as, 49-es megtorlás után játszódik. Aztán ugye voltak olyan híres filmrendezők, akik a könnyed vígjátékoktól, mint Makkároly eljutnak, szintén egy 56-os drámát feldolgozó Déri Tibor novellájával készült Szerelem című filmig, ami szintén egy erőteljes és máig érvényes mondhatnánk kiáltás az 56-os forradalom leveréséről. Voltak persze a tiltott dobozba is kerültek, ugye filmek, például Bacsó Péternek a Tanúja, amit 10 évig nem engedtek bemutatni, ami tulajdonképpen ugye nem Kádárt nem sérthette személyesen, de az 50-es éveket viszont alaposan és megfelelő gunyorossággal intézte. A címlapon láthatjuk ugye a híres Virág elvtárst, aki Péter Gábor AVH főnöknek volt a torzképe. Nagyon érdekes, hogy Kádár ugye ez a hallgatólagos alkúval, amire beszéltem, tulajdonképpen a szabadság kisköreit úgy biztosította, hogy lehetett már nyugatra is utazni. A képen látható kék, 2 darab útlevél közül a kék volt az értékesebb, abban a világ minden országába el lehetett jutni. Igaz, hogy 3 évenként lehetett nyugatra menni, akkor egy szűkös valuta, dollár vagy más nyugati pénznek a keretét ki lehetett váltani, de mégiscsak egy rendkívüli lehetőség volt, hiszen sok szocialista országban egyszer lehetetlen volt szinte rendkívül különleges alkalmakat leszámítva a nyugati országok meglátogatása. A piros útlevéllel viszont csak úgymond baráti szocialista országokba lehetett utazni. 1968 egy nagyon érdekes pontja a Kádár rendszernek, amikor egy gazdasági kísérlet alakult ki, az új gazdasági mechanizmus. Ez Nyers Rezső és más reformközgazdások és pártpolitikusok dolgozták ki. Lényege az, hogy a piacgazdaság egyes elemeit, ami korábban kisemejthető szitokszónak számított, megpróbálják beleépíteni a működő szocializmusba. Nagyobb döntési lehetőséget adtak a vállalatok vezetőinek, észszerűbb gazdálkodást, mindezt a mai szemszögünkből értékelve nagyon jó dolognak tűnt. Mégis 72-ben leállították, részint azért, mert magát a prágai tavaszt is elnyomják, beavatkoznak, ugye, nem engednek elhajlást a fő szocialista irányvonaltól. Másrészt volt egy úgynevezett munkás ellenzék a párton belül, akik ugye sokkal konzervatívabbak és kemény vonalasabbak voltak Kádárnál, és követelték az ilyen kapitalista, úgymond elhajlásoknak a megszabályozását, és így visszatértek a merev struktúrához. Tulajdonképpen ugye azért nem szeretném túlságosan derűs színekkel lefesteni a Kádár korszakot, csak egy viszonylagos jólét és egy relatív szabadság volt, ezt mindenképpen emeljük ki, hiszen például az egyházakat, ugye az AEH, az Állami Egyházügyi Hivatal erőteljesen felügyelte és kontrollálta, a protestáns egyházak legtöbbébe beépítették saját embereiket titkos ügynökként, a katolikus egyházzal nehezebb volt megegyezniük, mert annak a központja ugye a határokon kívül van, hogy a Vatikánnal egy látványos megállapodást kötöttek. Leghíresebb egyik ilyen népszerű kabari hőst, vagy színésznek nem is mondanám, tehát humoristát látjuk, ez Hofi Géza, és mellette pedig ugye a Rádió Kabaré egy nagyon-nagyon hallgatott műsor volt. Ezek a szelep szót azért használtam, mint egy leengedték ilyen kisebb utalások, célozgatások,
politikai viccek határát elérő humor formájában leengedték a gőzt, tehát a magyar ember úgy érezte, hogy akármerre néz a szocialista tömbben, Romániában, NDK-ban, hiszen utazások azért voltak, csak rosszabbul élnek az emberek, és nagyobb a diktatúra. Ez Kádárnak is kapóra jött, mert így tudta föntartani a saját rendszerét, és így lett úgymond népszerű kommunista vezető. Néhány ilyen példát mutatnék ennek a Kádár rendszer sajátos hát kultúrkörére. Megjelenhettek a nyugati filmek a moziban. Látható a korabeli leírás a Star Warsról, ugye Csillagok háborúja címmel, vagy a Filmmúzeum egy legendás hely volt, ahol ugye néhány év késéssel világhírű filmalkotásokat is be lehetett mutatni. Ami érdekes, hogy gyakorlatilag az utolsó ilyen diával szeretném összegezni. Ez egy érettségi feladat, ha megjegyzitek, talán néhány év múlva, vagy akinek már közelebb van, az jól fog vele járni. A karikatúra szintén talán Ludas Matyiból van kiemelve, azt mutatja, hogy telek tulajdonosok beszélgetnek, politika, kultúra, csinálják csak a ráérősök, akiknek nincs telkük. Vagyis pontosan ez a hallgatólagos alkú látjuk, aki igazából nem nagyon ugrál, nem nagyon hőzünk, ilyenben nem gondolkodik, főleg az 56-ról, meg a nemzeti kérdésekről, meg egyáltalán, hogy miért van egy pártrendszerű diktatúra, hanem a telekkel foglalkozik, a kocsival, a hétvégi horgászattal, azt a rendszer nem fogja háborgatni. Így hát ez a hallgatólagos alkú megkötetett. Viszont mégis tönkrement a Kádár rendszer, és bekövetkezik ugye majd ennek a leépülése, belülről ment szét, ezt hozzá kell tennünk a Kádár rendszer, gyakorlatilag, mint annyi más szocialista rendszer, talán csak a román kommunista diktatúra, Ceausescu féle diktatúra fog majd fegyveres erővel megdöntést szenvedni. Az összes többi rendszer tulajdonképpen belülről hullott szét. A magyar többek közt, a magyar kommunista, szocialista rendszer, a Kádár rendszer is, csak nem elsőként 1988-ban. Ennyit mondanék, mert a rendszerváltás az egy másik témakör, de mindenképpen megjegyezném, hogy ez a fajta kettős lelkűség, ez a külső ideológiai felszínnek a merev tartása, ugyanakkor elnézés egy csomó olyan irányba, amik nem annyira fontosak, a magánéletnek valamennyire tiszteletben tartása, ha éppen nem lesz túlságosan rendszerkritikus. Ez párosult ugye az áraknak az alacsonyan tartásával, az életszínvonal fokozatos emelésével, de a termelés az messze nem volt olyan korszerű, elmaradt a versenyben az ipari országoktól, főleg a fejlett nyugati országoktól. Így egy dolog maradt, amivel meg lehetett valósítani az életszínvonalat, ez pedig az adósság, a hiteleknek a fölvétele, ami adósság spirálhoz vezetett, tehát az fölvett hiteleket csak újabbakkal és újabbakkal tudták egyensúlyba tartani. Végső soron tehát összegeznénk, a Kádár rendszernek a kétarcúságának a bukásához ez fog majd vezetni, hogy nem tudják már a látszatot fönntartani, ezt a fajta mesterséges, államtól függő jólétet, ami egy látszat volt, ebbe bele fog az ország valamelyest rokkanni, és így hamarosan, ugye a 80-as évek közepétől, de leginkább végétől egy politikai változás sorozat kezdődik, ami elvezet a rendszernek a teljes bukásához. Köszönöm a figyelmet!